Türke Dina vagyok, a Csömöri Önkormányzat pályázati referense, viszont emellett nagyon szívesen vállalok mindenféle egészséggel kapcsolatos koordinálást. Tavaly volt a hivatalon belül egy dolgozói program, és most pedig a falura szeretnénk ezt kiterjeszteni, hogy minél többen részt vegyenek programokban, mozduljanak meg, és majd erre látunk statisztikákat is, hogy miről beszélek, és miért ilyen fontos ez. Hogy is kezdődött ez? Projektmenedzserként az ülőmunka az életem része volt. Napról napra csak ültem a számítógép előtt, és éreztem, hogy gyakorlatilag ez azért eléggé sok problémát is okozhat. Egy napon azt vettem észre, hogy nagyon fájnak az izületeim, a vállam, és hiába volt a mozgás a mindennapok része, azaz egy-egy órás mozgás nem kompenzálja az egésznapos ülő életmódot. Ráadásul 40 éves korom fölött kialakult az a téveszmém, hogy már egyre kevesebb, óvatosabban kell mozogni, egyre kevesebb mozgást végezhetek. Ez csak egy tévedés volt részemről, mert úgy utána találkoztam azért nagyon sok szakirodalommal, ahol azt mondták, hogy egyre fontosabb a mozgás, és bizony az erősítő mozgások is, és olyanok is, amiktől egy kicsit így óckodtam. És itt egy fordulat történt, mert olyan új dolgokba vágtam bele, azelőtt nem is gondoltam volna. Eljártam erősítő edzésre, komolyabb kardioedzésekre, és annyira láttam emögött azt a tudományos hátteret, ami nekem nagyon megtetszett, hogy elvégeztem egy edzői képesítést, és ezt követően egyik képzés követte a másikat, és gyakorlatilag beleakadtam egy amerikai képzésbe, ami egy menopauza coaching speciális képzés. Úgyhogy azt is nagy örömmel elvégeztem, és ahogy egyre jobban belássam magam az életkor kapcsán is az életmód tanácsokba és a fiziológiás hátterébe, látom, hogy itt gyakorlatilag nem is erről van más szó, hanem az egész életünkről, és behálózza a mindennapi tevékenységünket is. Ez egy nagyon szerteágazó történet, és ugye egyre jobban megyünk a fiatalabbak felé, hiszen mindent fiatalabb korban tudunk megalapozni, de sose késő természetesen. És most a héten éppen hallottam, hogy az első 1000 nap a meghatározó, ami egyébként sokkoló, de tényleg most is elkezdhetjük, és mozduljunk meg, és én ebben vagyok nagyon elkötelezett. A személyes célom az tényleg, hogy az emberek egészségi állapotát javítsam, különös tekintettel a 40 év fölötti nőkre fókuszálok, és számos beavatkozási pontot látok, hiszen mindenki egyforma és egyek vagyunk, de mégis egyéni életutakkal, egyéni lehetőségekkel bírunk. És így a mozgáson kívül és a táplálkozáson kívül, ami alapvető, nagyon fontosnak tartom az életmódot, az alvást, a stresszkezelést, az érzelmi és mentális egészségünket, valamint a gondolkodásmódunkat alapvetően. És itt tudom, hogy mindenki érti, hogy miről beszélek, úgyhogy nem fogom ezeket most részletezni, hanem bele is vágok abba, miért engem meghívtatok ide. Igen, Csömörön elindult ennek folyamányaként az Életerő Klub és Torna. A klubot havonta egyszer szervezzük meg. Volt már szó a vércukorszint és az inzulin szabályozásról. A héten volt az alvásról. A jövő hónap témája lesz a mikrobiom. A torna pedig hetente kétszer van, és ez térítésmentesen zajlik jelenleg. Ez egy országos körkép, amire szeretném, hogyha egy kitekintést tennénk meg. A WHO ajánlás, minimum heti 150 percet mozogjunk, ez alacsony és közepes intenzitású mozgás, de sajnos nagyon sokan ennyit sem mozognak. Az országban a lakosság 4%-a sportol rendszeresen, és 21 mozog heti 1-2 alkalommal. Ezt ugye nem nevezzük még rendszeres mozgásnak, a rendszeresség az a heti 3 és a fölött történik meg. A lakosság 60%-a túlsúlyos, és az 59%-a pedig inaktív. És ez az inaktivitás a legmagasabb egészségügyi kockázat jelenleg. A zöld recept program, ez már országosan több helyen is működik, biztos hallottatok róla, de mégis mikor elkezdek erről beszélni, általában nem tudják, hogy miről van szó, úgyhogy nem is tudom, hogy egy ilyen közepes mélységig belemegyek.
A szereplői ennek a lakosság, hiszen ő a célcsoport, minden embert szeretnénk bevonni, leginkább azokat, akik semmit nem mozognak, hiszen aki mozog, valószínűleg megoldódnak ezek a kérdések. Itt csak mozgásról beszélek, de egyébként sokkal több dolog is lehet, ami az egészségünket szolgálja. A házi orvosok juttatják el a receptet a betegek, illetve az érdeklődők, és remélem az egészséges emberek számára is, és az önkormányzat koordinálása alatt zajlik ez. Szolgáltatókat vonunk be a programba, akiknél ezeket a recepteket kvázi be lehet váltani. A tájékoztatás is Csömörön, az Életerőklub és Torna Csömörön nevű Facebook csoporton lesz, illetve már ez elindult, még ugye nagyon lassan indulnak ezek a folyamatok, tehát még a propagálása az sok idő. Itt lesznek terveim szerint föltéve az új szolgáltatások, hol lehet igénybe venni, mikre lehet elmenni, és ilyen heti órarendet is fogok készíteni, hogy frissen azon a héten éppen mik az elérhető lehetőségek. Tehát röviden a zöld recept lényege, hogy az orvosok gyógyszerek helyett mozgást írnak fel, és nagyon fontos ennek az a része, hogy szabadtéri aktivitást preferálnánk. Ez mindenképpen az emberek egészségi állapotát javítja. Itt elhangzott már a társas kapcsolatok, és igen, nagyon fontos a pozitív társas kapcsolatok megléte, legalább annyira, mint a sport és a természetben töltött idő. És itt ugye a boldogság kapcsán merült fel először a mai napon ez a közösség téma, aztán minden előadásban visszatérünk rá. Viszont én egy másik aspektust is behoznék. Olvastam, nem is tudom, és most nem találtam meg azt a cikket, de számos helyen lehet arról hallani, hogy nem csak a boldogság, hanem a hosszú élet egyik nagyon fontos tényezője is, hogy azok élnek igazán hosszú életet is egészségben, akiknek nagyon jók a szociális kapcsolataik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos tényező, amit tényleg a mai társadalomban azért egy kicsit hátrébb sorolunk sajnos. Aztán összgazdaságilag is nagyon fontos ez, hiszen akik a fizikai aktivitás és a mentális jólétükért is tesznek, úgy néz ki, hogy az életminőségük is jobb, és jobb az életkilátásuk, valószínűleg kevesebbet járnak orvoshoz, maximum a zöld receptért, és az ellátórendszeren nehezedő terhek is alacsonyabbak lesznek, tehát sokkal olcsóbb is egy ilyen rendszert fenntartani, mint az egészségügyi rendszer. Tehát ez gazdaságilag is érdekünk. És nagyon fontos, hogy a mentális és kognitív funkciókat is javítja. A mozgás is, a természetben való létezés is, a társas kapcsolatok is, és minden, amire teremtve van az ember, összességében globálisan kell nézni, és jó hatású. Találtam egy ilyen nagyon kis színes virágot, hogy az egészségnek mennyi aspektusa van, és még gondolom, hogy ennél sokkal több is, de számos beavatkozási pontot találunk. Jelenleg a Torna is a klub van, ahol egyébként elég aktívan tényleg megosztjuk egymás gondolatait, és már beszélgetésbe is átment, nem csak előadások formájában zajlik, hogy milyen területeken lehet még ezt csatlakozni, és nagyon sok minden van. Az ima is közte van, a természetes étrend, és annyira örülök, hogy ez a közösség ennyire nyitott és pozitív, és már számos kapcsolódás volt a mai nap is, személyesen is nekem, és át is adnám Ilonának a szót, hogy elmondja az ő lehetőségeiket, hogy tudnak ehhez kapcsolódni.